Egész életemben nem féltem, főleg a munkától nem, kezdte beszédét Bárány László, a Mastergood cégcsoport tulajdonosa. Heteken belül 30 éve, hogy a Baromfi Kóp Kft. Nyírkésre települt. Innen datálódik a Mastergood születése. A kezdeti 5 munkavállalós vállalkozás az idők folyamán egy európai méretű agrár-élelmiszeripari intézményé vált. Miután innen indultak, azt gondolták, egy ilyen mérföldkövet illik illő módon megünnepelni. Hiszen, ahogy a cégcsoport tulajdonosa fogalmazott, aki nem emlékszik honnan jött, az nem tudja merre tart. Az együttműködésünknek egy hosszú távú tartalmi része következik most, ezt írásban is meg fogjuk erősíteni, és hogy ha már a pénzről szó esett, azt ígérjük, és amit mi ígérünk, azt be is tartunk, hogy a településen élők, vagy itt gazdálkodó emberektől a gabonát a mindenkori piaci árak fölött fogjuk megvenni, 3000 forint plusz tonna extra felárat fogunk adni. A célunk az, hogy akik itt élnek, azok gazdasági értelemben is biztonságban érezzék magukat. Akik vezetik a települést, azok lássák és érezzék azt, hogy a Baromfi Kóp Kft. Az egy hosszú távra berendezkedő cégcsoport, hisz nem csak a fiaim, de már az unokáim is ide járnak nyári gyakorlatra, úgyhogy ennek a jövőnek az érdekében teszünk most egy határozott lépést. Bárány László hozzátette, egy vállalkozásnak és egy településnek mindig összhangban kell működnie. Az elmúlt 30 évben mind a kettő nagyot fejlődött. Többek között az infrastruktúra megújítását is segítette a cégcsoport. Ez a 30 év, ez egy folyamatos együttműködésben telt el az itteni cégcsoporttal, és hát ennyi év után érett meg, úgy gondolom, az együttműködés, amelynek a mai napon írásban is formát fogunk ölteni. A cégcsoport családi vállalkozás révén nagyon közel áll az emberekhez, és a tulajdonos ügyvezető mindig elmondja, hogy nagyon sokat köszönhet a kércsi embereknek, mert az ő segítségükkel tudott a vállalkozása nagyjá fejlődni. És a támogatásukat azt 30 éve folyamatosan érzi a település, a legnagyobb adózónkról van szó, adományokkal, különböző támogatásokkal segíti a települést. A cégcsoport ajánlatával a nyírkércsi gazdálkodók és agrárvállalkozók kiemelt támogatásban részesülnek. A megállapodás nem csak azokra vonatkozik, akiknek itt van állandó lakhelye, hanem azokra is, akik itt gazdálkodnak.